Hogyan vagy miért nem tettünk össze? Tehát 2400 oldal. Tehát ehhez azért kell... Hát ebből valahogy beleszokott az ember. Valaki tovább tanul és tanul utána a rendes szakmát. Valaki meg megy tovább, úgyis mindenki ebbe esett 16-hány éves korában. Aztán tényleg vannak, hogy mélyebben belemennek és benne is maradnak. Nem volt olyan nagyon... Tehát szerintem mint a karikacsapás olyan egyszerű volt, hogy én ebben ragadok bele. De akkor ez feltételez az, hogy egészen másképp látod a világot, tehát másképp éled meg a dolgokat. Ha lehet, hogy másképp élem, mert nem hiszem, hogy máshogy látom. Szerintem ugyanúgy látom a világot, mint egy ugyanannyi idős ember ma Magyarországon. Hát én szerintem semmiben nem különbözöm a társaimtól. Legfőbb annyi van, hogy amit gondolsz, vagy amit érzel, azt nem, nem szövegben, hanem versben írod. Most hát ez nem egy különlegesebb munka például, mint a többi, és nem különlegesebb emberek csinálják, mint bárhol. Ugyanazokat, ugyanolyan ruhákba járok, mint egy hírös emberek, ugyanazokkal a most egy kezdődő pocakosodási verseny ilyenekkel között teljesen ugyanaz zajlik, mint bárki másnál. Csak épp ez a munka. Okay. Azt olvastam pár helyen, hogy a most megjelent köteted a köztársaság egyfajta összegzésnek tekinthető. Hát ez egy sor, tehát ez nem egy gyűjteményes kötet, ebben nincsenek korábbi anyagok, hanem minden új, minden olyan, ami még nem jelent a kötetben, összegzés annyira, mint nem tudom. Most ezek a témák érdekeltek, és ezek egy kötetben megjelentek. Műfajilag összetett, de nem hiszem, hogy összegzés, vagy válogatás volt egyáltalán. A szerkesztőd mennyire szólt bele, hogy mi kerüljön bele, hogy kerüljön bele? Elég jól működtünk Szegő Jánossal, és voltak javaslatai, hogy ezt ne, ezt volt olyan, amit ő mondott, hogy kerüljön bele mégis. Szerintem mindenben egyet tudtunk érteni, vagy ha nem, akkor megbeszéltük, majd utána jutott a szervezés álláspontra, ami benne van a kanálban. Miért pont a magvetőnél jelent meg a kötet? Már az eddigi legutóbbi két kötet. Én pont a szélesebb közönségre gondolok egyébként, amikor nem találtam semmiféle okot arra, hogy épp az ő. Az utóbbi pár év kortárs magyar művei közül melyik volt a legnagyobb hatással rá? Spiró György fogságát mindenképpen mondás, de a szép irodalmat, hogyha nézzük. De hát annyi minden mást is olvas az ember, antik szerzőket például. De hát ugye a kérdés az még az volt, hogy az utóbbi évek kortárs irodalma. Nem tudok kiemelni, nincs a fejemben, ilyen jönnek ezek futószalagon, aztán az ember valamit jónak tart, valamit meg nem tart jónak. Ilyen, hogy megérint, tehát minden megérint valahol. Még egy rosszul sikerült könyv is megérinti az ember, mondjuk a bennel lévő és kihasználatlan lehetőségek. Például azok megérint. A holnapi rájátszás kinek az ötlete volt? Van ez a Margó Fesztivál nevű rendezvény, ami négy napos városi rendezvény, és minden egyes programja ingyenes, ráadásul, ami elég ritka, és ők kerestek azzal, hogy volt már ősszel egy szerintem elég jól sikerült közös fellépés egy másik Jánossal. Ő megzenésített tőlem verset, én egy dalára írtam új szöveget. És hogy tudták, hogy a Seven Seed Seven énekesével Szűcs Krisztiánnal én nagyon-nagyon régóta jó barátságban vagyok. Érdekes módon pont az elmúlt években kicsit elmaradt, mert elkerültük egymást, de hogy ők összehoztak bennünket megint, ami nagyon boldoggá tesz, mert régi álom teljesül, és ez a szervezőknek az ötlete volt. Úgyhogy így lesz most egy Seven szám, amire én írtam új szöveget, sőt első magyar szöveget, ugyanis ez egy angol nyelvű dal volt, eredetileg. Ő meg megzenésített egy verset a könyvben. Utolsó kérdésem pedig az, hogy mit olvastál utoljára? Utoljára most a buszon olvastam Parti Nagy Lajosnak a Fölke Focit. Nagyon jó szórakoztam, nagyon jó. Köszönöm a beszélgetést.